Edzést tartanak a legkisebbeknek a jégcsarnokban. Ehhez a sporthoz elengedhetetlen a magabiztos korcsolya tudás. Az Acélbikák vezetősége ezért indította el évekkel ezelőtt Korisuli nevű programját, amiben korcsolyázni oktatják a gyermekeket, akik később akár a jégkorongsportba is belekóstolhatnak. Mint kiderült, érdemes kipróbálni, hiszen ez a sportág kellően változatos. Én már 4 éve jégkorongozok, és azért szeretem, mert izgalmas. Az edzések során az ifjú játékosok számos gyakorlatot végeznek. Ezek egyike az úgynevezett koszorúzás. Az egy olyan, amivel körbe-körbe lehet menni, és keresztbe kell tenni a lábat. A Korisuli programban résztvevő gyermekek szüleinek csupán minimális felszerelést kell biztosítani. Akinek van saját korcsolyája, az jó, hogyha azt hozza, viszont hogyha esetleg még sincsen, akkor tudunk azt is biztosítani, viszont valamilyen fejvédő használata az mindenképpen szükséges, de ez az össz alapfeltétel, ami szükséges ahhoz, hogy jöjjenek. Palkó Dorka hangsúlyozta, egyáltalán nem hátrány, ha a gyermek a programban először lép jégre. Mint mondta, fiúkat és lányokat egyaránt várnak a Korisuliba. A szülők az utánpótlás edzőknél érdeklődhetnek.